Köszöntök mindenkit sok szeretettel! Ma ismét egy új videóval jelentkezek, elfeledett eszközök nyomában, egy békebeli, kommunizmusbeli kávéfőző. Ugye ezzel fogom elkészíteni a kávémat. Tehát régi elfeledett eszköz. Nem tudom még kiné fellelhető a háztartásba. És mutatnám a szerkezetet, tehát ugye itt a kávézatszot, azt ott leöblítem, és egy jó tanács, hogy nyugodtan a kagylóba lehet engedni a kávézatszot, mert a lefolyó tisztítás szempontjából első osztályú, és mindig tisztán, és mindig jól le tud folyni a víz a lefolyóba, nem kell venni különböző eszközöket. Ezt is egyik barátom tanácsolta nekem. Akkor éppen egy picit tisztává varázsolom itt a kagylót. Így. És akkor mutatnám az eszközt, ugye. Itt van egy ilyen speciális, ez a belseje, oda jön a kávézat. Ez a tető része. És akkor itt, ugye, eldönti az ember. Én ránézése már én tudom, engedem a vizet bele, körülbelül ennyi. Elzárom, akkor ezt az érdekes szerkezetet, tehát látszik itt minőségi anyagokról van szó, tehát ez meg volt csinálva, belehelyezem. Egy pici víz talán van rajta, azt ott leöntöm, így. Tehát ebben nem lavazza kávé van, tehát más kávéval dolgozok. Na, egy pis reklámot is csináltam. És akkor szépen ide belehelyezem a kávét. Jó, megpúpozom, és akkor én csináltam egy tömőt is, ugye már a régi kávéfőzőm el van romolva. Ugye itt vannak az eszközök, vagyis az alkatrészei, a kávéfőző a vívja javítani. Csináltam egy ilyen kis tömkölőt, azzal szépen megtömöm. Megtömörítem a kávét. Még teszek hozzá, hogy jó finom kávé legyen. Áttértem a cukormentes kávéivásra. Tehát cukrot, tejet nem teszek hozzá. Így. Akkor megint megtömöm. Ennyi az egész, ezt ide helyezem, a tetejét visszarakom rá, félreteszem. Tehát itt van a kotyogó, ugye a régi békebeli kotyogó, nem tudom milyen régi lehet, van egy kis ilyen fedő rá, azt ráhelyezem, így, na, sikerül, nem kell nagyon, így. Menjen rá szépen. És akkor most egy picit a kamerát, hogy fordítsam. Le kell támasztam egy picit a kamerát. Hát ide támasztom. Csak hogy látszadjon az eszköz is. Támasztom a kamerát. Ja igen, fordítva kell támasztam. Igen, hallám, most nézzük meg. Így támasszuk. Látszik-e valami a kávéfőzőbe? Igen. És akkor ezt rácsavarom. Jó, meg kell húzni, hogy ne engedjen a szelep mellett a pakolás, úgymond. Tehát ide jó erős kézre van szükség, jó rá kell húzni. Ez megtörtént. Ugye itt van egy kis szarvacskája, és ezzel már is a gáztűzhelyre ráteszem. És mert van egy ilyen kis kifolyó része, ezért alá kell tenni egy poharat, ugye ez is már ki van számítva, hogy hova kerül rá. Picit visszaveszem a gázt, hogy ne égessem meg a csiprot, én úgy nevezem, ugye ez is egy ilyen kis
kommunista beli csipór, ugye, a kis napernyővé, nyaraló család. És akkor itt van a kávés csésze, és most megállítom a videót, és akkor mihelyt lefőzte, akkor be is mutatnám, hogy ne haladjam túl a megengedett időt. Na, nem állt meg a videó. Tehát várom, hogy forrósodjon fel benne a víz, és csöpögjön le a kotyogóba a kávé. Ugye ez a régi hagyományos, hát azt hiszem, hogy öntvény kotyogó. Ugye egy kis őszi dekoráció, ugye a kis bazsalikom levél, és ebbe a csészébe fogom szervírozni a kávét. Na hát, ha jövök vissza, mihelyt engedi ki magából a kávét. És akkor elindult. Elindult, és akkor létrehoztam két lejátszási listát. Az egyik a fiatal sportolók bemutatása fog megtörténni. Tegnap felvették velem a kapcsolatot, fiatal sportolók, és Székelyudvarhelyen fog bemutatásra kerülni az a videó, és remélem, hogy el fog készülni, csak most suliba járnak, és ennyit erről. Van még egy lejátszási lista is létrehozva, és akkor várom, hogy följön a kávé. És elindult a kávé, mutatnám, szépen csorog a kotyogóból a kávé, lehet hallani. Úgyhogy megfordítom a kamerát, és mindenkinek csodás napot kívánok, és elképzelhető minden jót, és igyekszem folytatni a YouTube csatornán való tevékenykedést, és minél izgalmasabb tartalmakkal szolgálni. Kérem, iratkozzanak fel, akik még nem tették, ha hasznosak találják a tartalmat. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.